Ezek a tiszadobi csirkék, tyúkok és kakasok erejük teljében vannak, az ősz és a tél fordulóján azonban ők is fokozott veszélynek vannak kitéve. A költöző vadmadarak november elején kezdték el terjeszteni a madárinfluenzát. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal először Bács-Kiskun megyei telepeken állapította meg a vírus jelenlétét. A betegség ezt követően átterjedt Csongrád-Csanád, majd Békés megyei Szárnyasokra, múlt hét végén pedig a hatóság a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyban és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pátrohán rendelte el több mint 30 ezer baromfi leölését. A madárinfluenza megbetegedés gócpontja az mindig Közép- és Dél-Magyarország. Ahogy mi hívjuk a Bermuda háromszög, a Csongrád, Békéshegy része és Bács-Kiskun megye. Ott van a legnagyobb sűrűségben haszonállattartás, és a haszonállatok közül is leginkább a kacsák és a libák betegednek meg, hisz ezek járnak ki a szabadba, míg akár a pátrói eset is, az egy zárt tartásban bekövetkezett fertőzés volt. Valószínű valami olyan göngyöleggel, eszközzel hurcoltam az ott dolgozó munkavállalók valamelyike, aki kint a szabadban, akár otthon találkozhatott a madárinfluenza vírusával. A megye legnagyobb baromfi feldolgozó vállalkozásának tulajdonosa hozzátette, a telepeknek ma már nagyon szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelni. Mint mondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állattartók rendszerint betartják a szabályokat, a gazdák egyéni felelőssége ugyanakkor ebben az időszakban még jelentősebb. Az ország valamennyi megyéjét figyelembe véve a legnagyobb állattartó, baromfi állattartó megye a mi megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, viszont az itt felnevelt állatok 95%-a zárt tartásban nevelkedik, tehát nem jár ki a szabadba, és még egyszer mondom, vigyázni, megelőzni és odafigyelni. Ez az egyetlen megoldás, amelyik megelőzheti a jelentős káreseményt. A járvány megfékezése érdekében az országos főállatorvos 7 megyében rendelte el a baromfi kötelező zártan tartását, a magas kockázatúnak azonosított területek között visszavonásig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is szerepel.